Sziasztok, Smoky vagyok, üdv mindenkinek, folytatjuk a Valheimmal. Így néz ki egy teljesen kitermelt kapőr deposit, tehát itt gyakorlatilag ezen az óriási helyen volt nagyon-nagyon sok kapőr. Jó pár kanyart csináltam, és még ennyi van nálam, 18 darab, de szerintem körülbelül összekalapáltam egy ilyen fél ládányi kapőrt, úgyhogy és hát nem beszélve arról, hogy itt még rengeteg ilyen kőrakás lesz, amiket itt közben itt félre raktam, ezeket is meg itt felszedem, nézzük csak. Hát ez ebben az a jó, ezek itt szépen megmaradnak, aztán amikor szükségünk lesz rá, akkor majd visszajövünk értük. És hát gyakorlatilag ennyi. Tehát azt hiszem, ezt teljesen kiaknáztuk ezt a kapőrmezőt, úgyhogy itt a térképen ezt ki is x-elem, tehát ez már a második, ugye itt volt az első, amit még együtt kezdtünk el, ez volt most a második, és hát majd még lesz egy jó pár, bár most szerintem amennyi most van kapőr, tehát rész, az most egy jó ideig elég lesz, hogy lehet, hogy gyakorlatilag mindenre elég lesz, amire most nekem kell. Úgyhogy itt az idő, megyünk szépen vissza a bázisra, és hát vannak nagy tervek a mai epizódra, építünk egy hajót, és elmegyünk, szétnézünk kicsit jobban. És itt is vagyok, hát gyakorlatilag majdnem a legutolsó adag bronzot fogom csinálni, itt már van több mint egy stack, már majdnem késztek bronzunk van, úgyhogy hát szerintem ezzel már valószínűleg meg fogok tudni csinálni majd csak mindent. Na majd meglátjuk, megkiabáljuk el. Na nézzük, upgrade, úgyhogy akkor végre a csákányt felupgrade-eljük. Ezeket már nem is tudom tovább upgrade-elni, mert ezekhez már a 4-es station kell, ugye nekünk csak 3-as van. És sajnos nem tudok csinálni sem olyat, amitől fentebb menne. Envillünk az van, oké. Okay. Na jól van, viszont a jó hír az, hogy tudunk csinálni végre páncélt. És ami még nagyon jó dolog, ez a kultivátor, ezzel fogunk tudni elkezdeni farmolni, azt majd el is kezdjük, még lehet ebbe az epizódba, de előtte el fogunk menni egy kicsit hajókázni, ahogy ígértem. Na nézzük ezt a páncélzatot, sőt először is azt hiszem megcsinálom a pajzsot. Oké, ez jó sok minden elment. Nézzük, hogy ehhez mi kell az upgrade-jához, ez kell még bronz, ami nem egy nagy probléma, nézzük akkor. És a 3-as. És ennyi, úgyhogy ez is megvan 3-asra. Úgyhogy ezt, ami nálunk van, ezt a pajzsot, ezt nyugdíjazzuk, ez már többet nem fog kellene. Van egy elég szuper kis védelmünk, ez nézzük csak durability 300, block power 55, ennek mi volt? Block power 20, tehát lényegesen nőtt a blokkoló erőnk. Na és akkor a páncél. Oké, tehát az volt a, ez mi volt? Ez volt a felső rész, akkor jöhet az alsó rész, leggings. Oké. És esetleg tudjuk-e upgrade-elni? Tudjuk, úgy néz ki, igen. Ezt is. És ezekhez igen már 6 darab bronz fog kellene, lehet, hogy lesz annyi. Ja igen, most a probléma az lesz, hogy elfogyott szerintem a zónunk, igen, úgy is van. Szerencsére pont éjszaka van, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy megrakjuk a kemencét. Lefekszünk aludni, és mire felkelünk, addigra ki is fog sülni egy jó kis adag. A szénből szinte teljesen elfogytunk, az nagyon durva. Van még egy dolog, ugye ez a bronz sisak, azt is csináljunk. Teljes legyen a páncélzat, úgy is van. És ezt is felupgrade-eljük gyorsan 2-esre. Aztán nézzük, ezt fel tudjuk upgrade-elni, mennyi bronzunk van. Húha, már nem sok van. 10 darab, na jó van, akkor ezt felupgrade-eljük 3-asra. Ezt még fel se vettem, akkor ez még több lesz a... Most vagyunk 32-n, oké, 32-n plusz a sisak.
34 a védelmünk. Na, ez már egészen jó. Kezdünk alakulni. És részből már csak ennyi maradt, hát ez nem sok. Azt hittem, hogy itt mindenben fog tudni csinálni. Abból a mennyiségből, amit összebányáztam. Mégis majdnem mindent meg tudtam. Jó volt volna még a kultivátort is, de mindegy, most az már nem fér bele. Úgyhogy gyakorlatilag a troll ruhából átvedlettünk a bronz ruhába, hát már csak a köppenyünk van meg. Azt nem igen tudok még szerintem csinálni, igaz, hogy van, azt hiszem 2 vagy 3 farkas bőröm van, de azt szerintem még nem tudok csinálni. Úgyhogy most lényegében ezt a 2 dolgot kellene felupgrade-elnünk. Ahhoz, hogy jól sejtem, 12 darab bronzot kéne tudnom csinálni. Hát mi az a sisak? Nézzük a sisakot. Ugyan ahhoz is 6 kell, meg a leggings. Igen, tehát 12 kell, hogy csináljunk. Most van nálam 4 darab. Nem igen fogom tudni szerintem megcsinálni. Valamelyiket a 2 közül nyilván akkor a leggings-et fogjuk megcsinálni. És akkor a sisak marad utoljára. Itt viszont most elérkeztem egy döntési ponthoz, hát nem fogom tudni megcsinálni újse ezt a 2 bronz dolgot, 2 bronz páncélt 3-asra, viszont pont van annyi bronzom, hogy tudok belőle csinálni a bronz szeget, pontosan amennyi kell a hajóhoz, közepes hajóhoz. Meg is nyílt ez a kerv. Úgy is van. Már most valahogy engem az jobban izgat, hogy elmenjünk szépen hajózni. Oké, elvileg meg is van minden. Ide építünk gyorsan egy... Húha, ezt azért csak leszedem. Már elszaladt, jól van, szerencsém van. Rakok ide le egy munkaasztalt. De ide pont nem tudok, mert itt vagyunk a... De az áldozati kőnél, akkor lehet, hogy csak megyünk erre. Ezeket gyorsan lerendezzük itt. Ne helytelenkedjenek esetleg. Hajlamosok rá. Van bőven nyilvesszünk, úgyhogy azt hiszem, hogy készen állunk egy kis túrára. Ez a hajó az úgy működik, megmutatom nektek. Nem egy nagy ördöngőség, itt van ez a kis kalantyú, ide kell leülni. És ilyenkor én kiszoktam zoomolni, jobban lássak. Úgyhogy nyomkodjuk előre a... Hát én ezt billentyűvel játszom ezt a játékot, tehát ahogy nyomkodom előre a W-t, akkor így elkezd gyorsulni. Na most egy másik dolog, itt látjátok a jobb oldalon. Ott van ez a kis hajóikon, meg ott van egy ilyen szelet formázó másik ikon. Amikor ez így be van sötétülve, azt jelenti, hogy nincsen szél. Ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy vissza kell vennünk az S gombbal, vissza kell vennünk egyesre a hajtókát, és akkor ilyenkor látjátok, így evezünk, tehát felhúzza a vitorlát, és az emberünk evez, de most ahogy fordulok, látjátok, hogy a szél ikon az befehéredett, tehát most már, hogyha felnyomjuk 3-asra, akkor egyszer csak most így majd be fogunk szépen indulni. Azt említettem már, hogy 3 különböző hajó van, ez a közepes méretű. Lesz még a nagy hajónk, a longbow, hát az jóval gyorsabb még ettől is. Igazából nem erre kéne jönnünk, megfordulok, hát akkor lehet, hogy evezni fogunk egy kicsit, most pont megfordult a szél is egyébként. Igen, és bejöttünk egy új biomába, az Ocean bioma. Most itt nekem az a tervem, hogy eljövünk itt ebbe az irányba, körbejárjuk ezt a szigetet, tehát hogy legalább meg legyen a körvonal, teljesen körbejárjuk egészen ide az aljáig, ahol mi nem... szintén már voltunk, ugye? Most ez a nagy terv. Van egy dolog, van egy élőlény itt az óceánban, ez egy óriási ilyen tengeri kígyó. Hát azzal vigyázni kell.
Na, hogy itt van előttünk ez a kis folyó rész, ez bemegy ebbe az irányba. Ezt mondtam már ugye, hogy itt ez a sziget még folytatódik ebbe az irányba, úgyhogy legalább ezt most szépen körbejárjuk úgy szintén. Ezzel a hajózással egy teljesen más dimenzióba lép a játék. Ez szerintem nagyon jól meg van csinálva, ez az egész, tehát grafikailag is nagyon jól meg van oldva meg. Na és itt van ez a sziget, na nézzük, csak ezt ide gyorsan megállunk. Na, ez a sziget, ez gyakorlatilag egy élő lény, ez így hébe-hóba felbukkan, és ezen van egy nagyon fontos nyersanyag, ebből fogunk tudni csinálni szigonyt. Ehhez a csákány kell, ezt már elő is veszem. Kikötünk a partján, és itt gyorsan ki tudunk róla bányászni ezt az anyagot, ami kell nekünk. Úgy is van, és itt van ez a cuccos, úgy hívják, hogy Abyssal Barnacle. Jelentse bármit is. És ezzel megnyílt egy-két új dolog. Fogunk tudni vele csinálni szigonyt, és igazából a szigonnyal fogjuk tudni megszigonyozni ezt a tengeri kígyót. Meg tudjuk ölni a hajóról. Ilyenkor, amikor az elkezd remegni, az azt jelenti, hogy már nem sok időnk van, mert ez el fog süllyedni, mindjárt meg is nézzük. És ez ilyen random módon megjelenik így hébe-hóba így az óceán biomában. Látjátok, most ez itt elsüllyed, aztán megy a dolgára, ez most itt már nem, valószínűleg nem lesz még egyszer. Úgyhogy ennyi. De sikerült kiszednünk egy, hát 23, hát ez bőven, azt hiszem egy, talán egy pár darab kell csak a szigonyhoz. Na most amíg nincs meg nekem ez a longbow, a nagyhajó, addig én igazából próbálok így a part mentén maradni. Biztonsági okokból, mert ez a kígyó, ez igazából egy nagyon brutális élőlény. Ennek a hajónak még elég alacsony a durability-je. Hú, várjunk, csak ott van egy ilyen kisebb házikó, hát ott nem hiszem, hogy van még kas, de hát gyorsan kikötök, megnézem. Van viszont egy láda. Hát van benne ezt a madától, hát ezt elviszem. Hát elviszek ezt is, miért ne? Jól van. Valahább ezt megnéztük. Lehet tolatni is a hajóval, hát ez csak annyi, hogy hátrafele kell nyomnia az S gombot, és akkor hátrafelé elvezünk. Hát a köveket érdemes kikerülni. Még ennél a hajónál nem annyira veszélyes, mert nincs olyan mélysége, de már a longbow-nál ott már előfordulhat, hogy felakadunk a hajóval ilyen mindenféle köveken. Most beállunk irányba, és nyomatjuk a hármas sebességen a hajót. Szeretek kizoomolni, jobban lehet látni, merre megyünk. Úgyhogy, amint mondtam, itt csak követjük szépen ennek a szigetnek a partvonalát. Na most viszont elállt a szél. Nézzük meg a térképet. Hát igen, ez itt jön ebbe az irányba ez a sziget. Ki tudja, meddig fog lejönni, aztán gondolom körbe megyünk egy darabon, aztán lehet, ez egy elég hosszú túra lesz igazából. Kiderül hamarosan. Közben itt nézegettem a partot is, nincs valami olyan dolog, ami említésre méltó, vagy esetleg felfedezésre méltó, esetleg egy újabb, ott viszont van egy ház, ha jól látom. Nem, most csak egy nagy szikla. Ez egy nagyobb szikla. Viszont beindult a szél, na az egy jó hír. Várjunk csak, nem, az egy ház.
Na, azt csak lecsekkolom. Jaj, de jó, hogy megálltam, gyerekek. Egy mékas. Barabim, barabum, és itt a mélykirálynő. Oké, úgyhogy tudunk majd még egy kaptárt csinálni. Ezt kicsit esteledni. És ilyenkor én elő szoktam venni a kalapácsot, ezt szoktam nézni, hogy áll a hajónak a durability-e. Hát ez még teljesen nagyon picit talán csökkent a durability-e, de ez nem olyan veszélyes, oké. Ha esetleg lentebb megy, vagy már ilyen felénél van, vagy ilyesmi, akkor érdemes így gyorsan csinálni a parton egy munkaasztalt, és ki tudjuk javítani a kalapáccsal a hajót, mert mint mondtam, ennek még nincs olyan nagyon jó durability értéke. Igen, és hát a kígyóról beszéltem, hát a kígyó az ezt a hajót egy gyakorlatilag ilyen másodpercek vagy egy fél perc alatt kinyírja, de még a nagy hajót is ki tudja nyírni, tehát még azzal is vigyázni kell. Hát ezért próbálok, ez az indok igazából, hogy próbálok itt a part mentén hajókázni ezzel a típusú hajóval. A legkisebb hajó, azt nem ajánlom igazából, mert senkinek, csak nincs nagyon sok ideje, mert ez nagyon-nagyon lassú. Ez a közepes hajó szerintem ez igazából az első hajó, amit érdemes megcsinálni. Az a kis ladik az talán arra jó, hogyha nagyon közel egymáshoz van két sziget, és hát egyikről a másikra áthajózni. Valami abból kifolyólag át akarom menni egyik szigetről a másikra, arra talán jó, de az is csak ilyen kisebb távolságokra. Kígyóról tudni kell egy pár dolgot, ez általában este szokott jönni, tehát éjszaka, az ocean biome-ban, tehát az óceán biomában. Meg lehet tölni a hajóról nyilvesszővel, elég sok kell neki. Az a probléma vele, hogy egy idő után, amikor már majdnem kipúcsan, akkor hajlamos arra, hogy így elslisszol. Tehát már majdnem megöljük, és a legesleg végén egyszer csak így elúszik, és nem tudjuk megölni, elég bosszantó. De ha meg is öljük, akkor is csak hús dob. A hús az viszont nagyon-nagyon jó, tehát nagyon nagy a sírta, nem tudom milyen értékek vannak itt a húsoknál, azt mondja. Hát ez a health, meg a stamina, meg a duration, ez a három érték van. Hát ennek a kígyó húsnak mind a három értéke nagyon magas. Viszont, hogyha a szigonnyal kihúzzuk a partra, akkor még ezen felül dob egy nagyon-nagyon értékes anyagot, amivel lehet csinálni, vagy amiből lehet csinálni egy ilyen úgynevezett ilyen kígyó pajzsot, ami per pillanat az egyik legjobb a játékban most, úgyhogy ennyiből érdemes lehet kínlódni vele, hogy kihúzzuk a partra. És végre megint reggel van. Na, itt van ez a kis folyó rész, ahol át tudtunk volna jönni úgy szintén valószínűleg. Térképen itt lehet látni ezt a csíkot. És akkor hát haladunk tovább, itt jövünk, várjunk csak, nehogy rossz irányba menjen. Szerencsére jó kis hátszelünk van, úgyhogy elég jó kis sebességgel haladunk. És gyakorlatilag most érünk el arra a pontra, aminél tovább még nem fedeztük fel a szigetet, úgyhogy itt most ez egy teljesen új territórium. Van egy szarvas a vízben, ha nézzük, hogyha átmegyünk rajta, akkor mi történik. Na, megöltük, érdekes. Nem gondoltam volna. Itt lesz egy spawner. Ezeknek a spawnerőrtnek a későbbi ebben még fontos szerepe lesz. Na és itt előttünk, kérlek szépen, ha jól látom, az egy mocsár. Az egy mocsár bajom. Ez tök jó. Hát most nem fogunk bemenni, mert bár a fenet ugye lehet, hogy kicsit váljunk. Hát nem hiszem, hogy most be akarok menni. Ennek igazából akkor lesz jelentősége, miután megöltük a következő ellenséget, az Eldert. Igen, úgyhogy ez egy mocsár. Úgyhogy itt van végül is, nem túl messze. Ez az első mocsár, amit találtunk.
Azért mindig Black Forest jobb oldalon. Még ha már itt vagyunk, annyit megcsinálok, hogy itt lehet, hogy ezt is körbejárjuk, mert nézzük, hogy mekkora területű mocsáról van szó. Itt van egy ilyen kis szobor, látjátok. Igazából nincs funkciója, ilyen díszítő elem. A legelőször találkoztam vele, fú, mondom, ez biztos valami ilyen mágikus valami, akármicsoda, de mindenféle próbálkozásom ellenére semmit nem lehetett vele kezdeni. Most nézegetek befelé, mert itt majd lesznek ilyen úgynevezett kripták. Azért nagyon fontos része lesz ennek a játéknak. Elég sok idő fogunk eltölteni kriptákban. Már lehet látni egy-két ilyen mocsármabot, itt látjátok ezt a gőzölgő zöld trutyi. Ez igazából slime, ami ismerős lehet a Minecraftből. Ezek egy elég veszélyes mabok, ugrálnak és még ezen kívül ilyen savat hánynak. Hasonló féle savat, mint amit a sámán. Hát ez nem volt egy nagyon nagy mocsár. Ez most itt egy Black Forest, de jól látom, ott folytatódik a távolban. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak egy egészen nagy. Van egy ilyen egész kis rész, egy ilyen Black Forest biome. Vannak ilyen furcsaságok egyébként, néha van olyan, hogy egy nagyon pici kis sziget, egy darab fa van rajta, és az egy másik típusú bioma, mint a nagy sziget mondjuk. Hát ez is éppen csak egy ilyen nagyon pici kis sáv, amit itt látok, ami Black Forest, de már megint folytatódik a... És ha jól látom, az nem kripta. Ez valószínűleg egy spawner. Spannolt is egy mob. Az is egy nagyon fontos mob lesz. Én csak úgy hívom azt a mabot, akit ott láttatok, hogy kóbász. Kóbász, majd most nem mondom el, hogy miért, de majd hamarosan elnyeri a jelentését. Miért neveztem el kóbásznak? Ez már egy jó dolog, hogy találtam mocsár bajomot, és egészen nagynak tűnik, úgyhogy ez tök jó hír. Húha, na viszont most beérkeztünk a Plains biomába, ez egy új bioma. Na ez viszont egy olyan bioma, ami próbálok is kicsit bentebb menni a vízbe. Sőt, mint több, azt hiszem inkább visszafordulok. És ezzel azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Az ott, amit látok a távolban, az a bajom. Az a legveszélyesebb elpillanat, ami azt hiszem 5 vagy 6 bioma van most a játékban, és ez a Plains az a legutolsó, ahova most el fogunk majd jutni. Az most per pillanat még elég messze van. Hát még erről, amíg videót fogok készíteni, az még egy egészen távoli jövő. Ez egy szuper veszélyes bajom, hát az már ilyen egészen jól felszerelkezve is elég veszélyes. Sőt ami per pillanat nekem a másik játékomban van, ezt már említettem nektek, ott egy ilyen, hát gyakorlatilag mindenki van maxolva, a páncélzata, a fegyverek, minden, és még úgy is elég veszélyes ez a Plains bioma. Hát végül is megoldható a közlekedés ott, meg a lét, viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát még ezzel a fejlett felszereléssel is, úgyhogy ennyit erről. De még azt nem mutattam, hogy egy pillanatra felállok, hogy ennek a hajónak is már van egy ilyen kis storage része. Van itt 4 hely, hát nem túl sok, de legalább van valamennyi. Ebbe is tudunk pakolni egy-két dolgot, hogyha arról van szó. Úgyhogy ezzel a seeddel, hát megint csak egy újabb dolog, amire azt tudom mondani, hogy nagy szerencsénk van, mert tehát a másik játékomban ezt a mocsár bajomot is tehát elég sokáig kellett keresgélnem, míg találtam egyet. Kiállt a vízből egy fadarab. Inkább kikerüljük, igen, elég sekély a víz. Nagy hajóval itt már valószínűleg felakadtunk volna. Ha igen, nem, tehát ez gyakorlatilag a fősziketünk. Ez volt az a kis folyó rész, ahonnan visszafordultam az előbb. Igen, valószínűleg ez itt jön tovább ebbe az irányba, és most itt tartunk, igen.
Oké, tehát gyakorlatilag körbejártuk az egész szigetet. Úgyhogy megvan itt a körvonal, hát azért lesz még egy elég nagy része, amit itt fel kell, hogy fedezzek. Ez a rész itt, ez a rész, nem beszélve ugye majd a mocsáról, hogyha eljutunk oda. Az már nincs olyan nagyon messze, igazából, hogy mondtam, az eldőrt fogjuk, lehet, hogy a következő részben előkészítjük az eldőr raidet, az azt követő részben pedig megejtjük a kivégzését. Az a értünk. Mennyi madár van itt, ezt nézzétek meg, azt a minden. Mi történt itt? Én ennyi madárt még nem láttam így egy helyen. Ez nagyon érdekes, hogy miért van. És nem is repülnek el, ez tök furcsa. Na, az ott elrepült. Ez is. És látok egy jó párat, hát ez hihetetlen. Még közben egy vaddisznó is becsúszott a madár elé. Hát mekkora mákon van. Úgy látom, többször el kell menni hajózni, mert hogyha mindig ilyen fogadtatás vár, mikor visszajövök, hát ez nagyon jó. Három vaddisznó egyszerre. Nem tudom, mi van, de örülök neki. Tetszik. És milyen szép napfényes idő lett hirtelen. Megint egy szarvas, hát hihetetlen. Elrakjuk ide a másik oldalra. Egy kaptár, ez nagyon jó. Ő is boldog, ő is boldog. Mindenki boldog, én is az vagyok, köszönjük szépen. A másik érdekes dolog viszont, hogy valami miatt ezek a bokrok megálltak termelni. Málnát, nem tudom, hogy miért. De van a szépen kerítve. Ez is teljesen nulla. Na nézzük, mit szedtünk össze. Majdnem késztek madárt holla, hát ezt nem hiszem el. Azt a mindenit. Na meg hát egy jó csomó. 8 darab szarvasbőrt, 5 darab hogy hívják, vaddisznóbőrt, vaddisznó trófeát. Hát ez tök jó. A következő részben, ahogy mondtam, visszamegyünk az Eldőrhöz, és akkor előkészítjük a terepet az azt követő részben történő raidre. Addig szerintem el fogok még menni a rezet gyűjteni. Megpróbálom befejezni a még hátra levő egy-két dolgot, azokat még kimaxolom. És hát ezek a tervek, úgyhogy a mai rész ennyi volt, elég jól haladtunk. Köszi még egyszer a figyelmet, Smokey voltam. Ciao.